Kalandorokos pólók, bögrék, táskák, egérpadok és egyéb cuccok, plusz két újabb mintával a webshopban. Linkek a leírásban. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és itt vagyunk a Kalandorok következő részében. Itt van velem Andi, szia! Ajaj, és itt van velem Alma. Te most mit hánysz egyébként oda? Fűtet! Elmeséled nekem? Ilyen földet. De most komolyan itt fogsz volna a szélszemet elni? Hát, ha már kiütötted itt az izdókövet. Ja igen, srácok, letettem a szinkronblokkot, tudjátok, a bakikból ismerős lehet. És hát sajnos ezzel a minden szétütő kalapát csöltöttem, szinte ezért szétszette itt is, de hát mindegy. Milyen szépen meg lesz csinálva. Hát így nagyon szépen néz ki. Be van fotózva. Na, srácok, a mai terv a... Mi az ágy itt? Onnan a... Valonnan innen leesőd. Onnan, onnan. Innen! Hol? Onnan, hol? Innen, innen, onnan, onnan. Ja. Na szóval a mai terv az, hogy csinálunk egy állatfarmot, ugyanis kertünk már van, XP farmunk már van, halaink vannak, és most már nincs más hátra, mint csinálni valami kis állatfarmot, csak azt nem tudom, hogy hova kéne, hogy hol lehetne ennek egyáltalán hely? Hogy honnan nyíljon? Ötlet? Hát, hogy megmondom. Ha bemegyünk kertből, a kertbe, és igen, a kertből valahonnan szembe. Erre, itt tovább megyünk. Nem, és miért menjünk olyan hosszan végig? Amikor már itt innen is kezdődhet, nézd meg! Mert körbe rakjuk, és ablakok lesz mindenhol, mindenhol üveg, és látni fogjuk az állatokat. Ablakok lesz mindenhol? Micsoda? Nem is értem, Alma. Most milyen ablakról beszélsz? Ez egy üvegház lesz, és látni fogjuk belülről a kívülső állatokat. Akik amúgy belül vannak, mert amúgy föld alatt vagyunk. Tehát te most ennek a kertnek a tetejére akarsz üvegblokkokból tenni a plafont? Nem csak a tetejére, körbe! Te bolond vagy? Minek, Alma? Hát, mert üvegházba vagyunk. De tudod, hogy mi van kívül? Föld, igen. Barlangok, hát az undorító. Hát de ezt körbe mi... állatok lesznek. Alma, igen. Ne legyél buta, ne legyél buta. Akkor félkörbe? Csak de most nem onda. Is erről van szó, most, most állatfarmot akarunk csinálni, ami nem a kertet akar alakítani. Az, de ahhoz minek izé? Hát, mert érted. Nem értem. Egyáltalán, Anni, te érted? Gazdaságos. Én már meg sem próbálom követni. Hát, ha üvegházban vannak a növények, tudományosan megállapított tény, hogy akkor jobban nőnek a növények. Főleg, a hogyha köz... Főleg, hogyha Mozartot hallgatnak közben. Mit? Jó, szerintem almát oda lerakjuk a föld alá, üvegházba, és akkor neki ott jó lesz. Én pedig akkor is... várjunk csak, Andi, tudsz nekem erre tenni moszatot? Hát, nem vagyok most ott. Tudod, az a néger férfi az. Na, várjál, Andi, te most akkor hova mentél? Eljöttem a... Ennyi. Közeli bájomba. Kerüli a munkát, ennyi. Közeli nem, szeretnék valamit összefarmolni magamnak, nem sokára megyek haza, ne aggódj. Szeretnék. Na, akkor viszont, hogy Andi nekem elmondod, hogy hogyan kell rátenni a moszod, akkor megcsinálom magamnak, mert ez kezd eltörni ez a izé. Ez hogyan lehet javítani egyáltalán? De moszasz. Ez az Iron Hammer-t. Hát az önmagát javítja. De nincs rajta moszat. Tudom. Vagy és javítja mondod, önmagát? Nem, akkor nem javítja önmagát. De... Elméletileg akkor... tudnád javítani a table alatt, ahol össze lehet ezeket szerelni, de... Oszasz. Igen? Szerintem azzal ne szenvedj, mert sokkal több anyagot elpazarolsz vele, mint amennyit kellene. Jó, csak mindjárt el fog törni, és ugye ezzel kéne dolgozni, mert azért ezzel az ember halad is. Jó, akkor hazamegyek, odaadom az enyémet. Ja, a tiéd önjavítós? Hát én már megcsináltam, igen, de szerintem a tiédet is elkértem, hogy megcsináljam. Hát Andi, ezen moszat, várj egy kicsit? Zöld a nyelet. Várjál. Hát ez Alma adta ide, ez Alma, ez a tiéd. Most ja, akkor nekem azért nincsen. Gyere ide, itt van. Azt keresem. És az enyém?
Hát én honnan tudjam. Van Iron Excavator, de ugye az ásó, az nekem nem jó. Hova tettük, várjál. Jó, itt az enyém. Meg ez is. Ezeket tudom odaadni. Ó, zsír. Na melyá? Amely loptad? Nem. Na melyá, kipakolom ezeket a cuccokat, mert nekem ez nem kell. Andihoz raktam még pár fekete csontot. Meg köszi. Gyémántot. Majd megcsem akkor azt is, hogy több életünk legyen. Opsa. Ja, és tényleg a sok-sok csont. Na jó, akkor ezt itt elkezdem kiásni, és akkor legyen... Hoppá. Igen. Már be kell fotózni, akkor majd legyen akkor haszonállat, gondolom. Ugye? Hát hasznos állat, igen. Na, hogy haszon... A málék hasznosnak számít. Mó. Mi van két ásom? A málat. Mert csak dobtam neki egyet. Ledobtam egy ásót, meg egy kalapácsot, úgyhogy adod akkor csak egy... Jaj. Csab, az itt az ásó. Nekem van ásó malma. Hát Excavator? Excavator, igen, csak nem javítja. Magát javítja? Mert olyat dobtam. Mind a kettő magát javítja, amit dobtam. Használjátok akkor azokat. Na, a követ vett fel. De várjál! Most hogy lesz? Most azért megnézem ezt. Micsoda? Mi alma? Hogy lesz? Hát ezt ti döntsétek el. Igen, alma. Andi, öt rész óta nem csinál semmit. De csinálnak dolgokat. Öt rész óta nem csinál semmit. Most olyan, mint hogyha... Te mit csinálsz, alma? Dolgozok. De azt... Ezt már nem akartam volna kiszedni, azért volt ez a vastagság meghagyva. Ja. Aj, tudtam, te... csak nem mondtad. Milyen forgó szél van kint? Halljátok? Andi, támad. Andi. Én már ez Andi haraga. Mi az, hogy én már nem? Engem már elvitt. Elvisz. Na és nézd meg, ez itt már innentől kezdve már ne. Tehát ez a max szélesség, jó? Oké. Okay. Már csak azért is, mert ugye itt már a... Ez mi van? Ez Andi volt. Hajánlán igen, elkezdtem kéne valamit, csak nem akartam közbeszólni. Na mi az? Kell valami állat, valami különlegesebb állat, amit vigyek majd haza? Bocs. Amit szeretnék szaporítani? Andi, olyan állat kéne. Állat. Igen? És azt mondja, bocs. Na, szóval olyan állat kéne, ami nem egy mindennapos Minecraft mob, viszont haszonállat, olyan van. Szuper boci. Biztos van. Na, olyan kéne, valami. Hiper-szuper boci. Igazából figyeljetek, ezt jó nagyra is meg lehet csinálni, szóval sok-sok állat elfér. Úgyhogy igazából mindenféle sok-sok lehetne. Alma, ez így már nem lesz elég magas? Mi? Három. Na jó, nem, négy. Mi négy? Egy, kettő, három, négy, öt, hat magas ez. Mi az, hogy hát mi az, hogy hát, mi az, hogy kár tű? Na jó, ilyen magasságban ez teljesen. Hallod, milyen jól lehet ezzel haladni? Atya, úr, ég. Ugye? Jaj, ne! Ez barom jó. Még nem törte. Ha! Hú! Itt vannak megint a harapós kaktuszok. Jaj, azok tök viccesek. Ajajajajajajaj, fújj be a víz! Nem jó! Fújj el! Mi ez várjál a... Ez ilyen... A pillanat. Igen, ez ilyen alap. Hang. Várjál kicsit? De itt is jön be a víz. Na jó, ez így nem lesz jó alma. Ezt majd... Nem tudom, hogy olyan kéne befoltozni ott. Nem tudom, mi van ott fölöttünk egyébként. Milyen, mekkora víz van ott. Nézd meg! Nem jó, nem ott jó. Ott a csontvúaz. Csab? Látom. Szerintem elég nagy víz van itt. Nem. Hol hát van? Hát abban az irányba... Konkrétan egy óriási nagy tó van, amerre most akkor ástok. Ja, az oké. Van. Oké. Ti kimentél alma és megnézted? Aha. Majdnem akkor, viszont az van, hogy akkor viszont egy bizonyos magasságnál tovább nem áshatunk. Hát de az egy. Hát akkor tovább építjük majd kézzel. Hát ez meg kicsi. Ez meg túl kicsi. Hát mondom, hogy kézzel majd a felső részt megcsináljuk. Vagy üvegből, és akkor föllátunk.
Nem neked vagyok az üveg, mániás. Neked ez az üveg a mániád. Te mindig mindent üvegből akarsz, hallod? Nem. És te fogod hozzáhozni a homokot? Nem, jön magától. Na várjál, hát ez itt... Vigyázz! Aha, igen, igen, ez a tó, ez itt nem jó. De jó, ő szeret téged. Nem szeret, én viszont nem szeretem őt. Jó, hát akkor Alma, akkor ez így nagyon nem lesz így jó. De akkor hogy kéne? Hát mondtam, hogy én előre csonti? Menjünk. De nem, nem. De hogy előre, Alma? Nem értem. De hát most már nem. Nem értelek. Soha nem is fogod. Júj! Te, Andi, használatba vettem a kis kardot. Jó. Mit csináltál? Na várj, de Alma, most nem menj oda egészen, most minek? Mit csinálsz ott? Júj. Gyere vissza. Itt van egy lük. Miféle? Jövő. Hát nagy. Ezt hozzá lehet vinni? A likat nem hiszem. Nem azt a... Alma... Igen. Ez szaladj! Nem szaladom. Figyelj, figyelj, úgy kéne, hogy akkor meghagyni ezt a részt, figyelj! Igen, azt még ott ás ki, és ezt a teljes területet itt akkor most megcsinál... De miért azzal ásol egyébként? Miért nem ezzel a... Mert nem, akkor hogy eltörjön. Ja. Tudom, víz. De nem baj, ezt a vizet itt szépen... Jövök fel, jövök fel... Megbugyborékolod magad. Bugy. Na, szóval ezt valahogy megcsinálni ilyen kockalakra kialakítani, ott legfeljebb tenni ilyen izét. Figyelj, megcsináljuk először a formáját, max a magasságát nem igen. Csináljuk meg, és azt majd részen kívül megcsináljuk akkor. Hogy azzal ne kelljen szenvednünk. Hát, ezt tudom mondani. Ja, hogy itt ekkora luk van. Aha. Csab, ez egy tó. Várjál. Én várom. Jó, hát akkor szépen itt fogom. Az mert ugye itt lesz a formája, vagy itt lesz az egyik fala. Ajaj, ama. Na várjál. Csak hogy ez itt nem jó még. Ezt a izét valamit majdnem nem is megcsinálom én. Úgy maradt. Ha igen, ez teljesen jó. Lol. Andi, te nagyon csöndbe vagy. Igen. Hát most építkezésetek ezen nem tudok hozzászólni, de közben azért én itt kalandozgatok. Találtam egy borzasztóan érdekesen legenerál a dzsungel templomat. Ah, piros szív! Ez nem kell. De közben hozok hozzá állatokat, meg mindenféle cuccot, szóval. Andi, odaadtam volna izét. A szafarinetemet, hogy ebbe is elfér volna egy. Van nálam több is. Na, igen, Alma, így. Igen, és akkor ez most szépen... Itt az ásom. Tényleg, Csabi, neked most akkor van portálgánod? Nincs. Ha találok, akkor hozzak haza? Várj egy kicsit, elvileg nekem, hát nálam most nincsen, ugye elvesztettem múltkor, de hát ha itt van a ládikomban, mindjárt megnézem. Az én ládikomban szem van egy. Van. De ezeket nem kell, Alma? Nekem nem kell, nekem van. Akkor van portál, Anni. Jó. Ha van, akkor nem viszek. Na, ez az Alma, és akkor... De megmarad végtelenbe a víz. Dehogy marad. Jaj! Igen, még ezt. Aha, megint beomlott. Aj. Nem, mert só, de... De tudom, de milyen macerás ez már, hogy folyamatosan. Aha. Aha. Menni fog, Alma? Én becsuktam. Jó, akkor... Mondjuk el kell dönteni azt, hogy mekkora magasságú legyen. Hallod? Minél magasabb. Mi? Mit akarsz hozni? Zsiráfot, Andi? Vagy mi? Hát, akár. Most zsiráfot. Komolyan akarsz zsiráfot? Hát egy zsiráf, de... Az nem fog elférni, szerintem. Mi? Dehogy nem. Elfér itt egy zsiráf. Gondolkozz! Nem csak fölfele lehet ásni.
harmadat fele akarsz? Szeretné rakni a zsiráfot. Hát, hogyha lejjebb ásunk, most ugyanúgy lépcsőt tudunk használni. Na ezt akartam, hogy csináljunk ide lépcsőt, de várjál kicsit, akkor viszont ez már másik csákány kell. Nem akarom most ezt. Igen. De várjál, itt jövünk, akkor itt kell még egy ilyen. Itt ott lesz egy ajtó. Nem. És de itt lesz az ajtó. Sőt. Nem, akkor azt elrontja, ott lesz az ajtó. Hol? Ott. Ott kellene, nem itt. Akkor ezt elrontja. Igen, azt mondom, hogy ide még építünk ilyen ízet, és akkor itt lesz az ajtó, ebben a vonalban. Igen, azt mondta. Na és akkor innen pedig már mehet lefelé egy ilyen lépcsőn. Vagy egyáltalán kell ide ajtó? Nem is kell ajtó, minek ajtó? Hát akkor nem. Innen már mehetne akkor lefelé a lépcsőn, és csak. Nézd meg, Alma. Úgy. Így. Nézd. És még az a blokk, ahol te állsz, azt kiütjük, és akkor ez a magasság maradjon mindenhol. Ahol most vagyunk. Aha. Ja. Ez tudja, elég lesz? Egy zsiráfnak? Elég. Biztos. Biztos. Tehát a zsiráfnak hoztunk nyakat? Majd összehúzza. Megcsikizzük és behúzza a nyakát. És akkor itt szépen végásunk, vagy egy kicsit, vagy nem? De. Végásunk. Így. Nézd meg. Jó, neked egyszerű dolgod van. Még egy ideig tudom használni. Úgy imád. Eddig jó, még tudom használni. Ó, Alma, ez így tökéletesen jó lesz. Már egy kicsit meddig kell ezt ásni. Na még egy kicsit. Na kéne izé. De attól még hosszúságra szerintem még kicsi. Hosszúságra? Há, vagy hát mondjuk figyelj, terem, ez még kicsi. De egyáltalán mennyi állat kell? Mert itt most attól is, ez mennyi állat? Mert kevés hát, állat, vagy nem az az állat, akkor... Hát Andi, attól függ, hogy milyen az... állatokat hozunk. Igazából. Na, és akkor... Mondjad? Mondjad? Kérdeztem Anditól, hogy zsiráf van köztük? Nincs. Nincs is zsiráf ebben a modban, úgyhogy nem is tudnék neked zsiráfot hozni. Szia, Alma. Csab. Igen. Összetölt bennem egy világ. De várjál már, hogyha nincs benne zsiráf, Andi. Nincs benne zsiráf, hát soha nem is volt. Sose zsiráf? Nem volt zsiráf? Elefánt volt, szerintem azzal keveritek. Akkor elefánt. Az is nagy. De az két. Hát az elefánt az nem zsiráf, ez valóban így van. Alma, te egy igazi állatszakértő vagy. Szerintem inkább szagértő. Nem. Állat nem szagértő? Nem, én nem szagállat. Én nem szagállat. Jó van. Na így. Na most már ez az elég magasság szerintem, nem? Várjál. Ó, ne! Ez mi? What? Az a... Az a tüzelőnk. Jaj, nem mondod! De. Ezt a falat meg kell hagyni. Ez egész csíkot. Viszont... Tüzelő? Akkor viszont nézd. Igen, így. De akkor viszont talán itt végig meg kell csinálni, meg itt is. Igen. Jó, ja, figyelj, az, hát de, figyelj ez, de ez nem is baj, mert ide úgyis megy majd valamilyen ilyen fa. Tehát maga itt lesz majd a falnak a borítása. Hát igen. Jó, akkor ez így szerintem teljesen korrekt. Hát még hátra tudunk menni, vagy balra. Hát ide... Szegény állatok itt fognak nyomorogni. Ide elfér egy birka. Hát ott is áll. Elfér egy birka, és beáll a sarokba. Oda elfér egy birka. Hát igen, Alma. Ez valóban így van. Kösz. Tényleg elfért. Ez fáj. Dehogy fáj. Akkor Almát meg is lehet nyírni. Hát nem tudom, Alma. Amúgy e héten megyek fodrászhó. Ezt, szóval így is úgyis megnyírnak. Közérdekű információkat hallották. Igen, fodrászhoz megyek. Remélem ilyen sövényt nyírnak belőled. Sövény nyírnak belőled. Igen, formás sövény leszek.
Legalább kinézel majd valahogy. Kösz. Szegény alma. Na, melyik? Néztem ki. Megint engem bánt. Na, megint kapod az ívet. Köri? Na így. Köri vagy te. Azt én megnézném az almát kopaszon. Én már voltam kopasz. Ne, azt nem hiszem, hogy te voltál kopasz. És akkor a legjobb barátja kopasz lenne a kopasz barack. He. Alma, te mit csinálsz? Igen, komolyan... ilyen hosszú legyen meg. What? Ha? Ez nagyon... Ne. Jó. Oké, de oké, jó, ezt nyilván videóban nem fogjuk most dizájnolni meg ilyesmi. Mi? De akkor itt maradsz és akkor segítesz megcsinálni. Mert ez hatalmas. Hat álmos. Szóval a álmos, szóval ő nem segít. Andi? Igen? Mi jót? Mi jót csinálsz? Ó, menj már innen! Hello! Én gyűjtögetek, hogy majd legyen több életünk, meg állatokat hozok haza, meg ilyesmi. Andi a gyűjtögető. Zsír. Alma, ott megint ott fogsz... Nyugika. De ott megint de ezt mondom. Nyugi. Ez csak víz. Jó, de most ezt ki fogod javítgatni? Hát ez szép lesz. Hát tudsz mást? Ajajajajajaj. Hát de ide majd rakjunk üveget. Jó. Meg egyet. Üveget? Hát igen, az olyan futurisztikus lesz. Alma, te nem... Te vagy a futurisztikus. Sőt, furasztikus. Most miért kárunk ott? Mi? Azt mondod, hogy hús. Nem erről van szó, szóval, ez teljesen más. Más, ő is. Na, és akkor milyen hosszú, ilyen hosszan akarod? Igen, júj! Egyszerre lejött. Esküszön. Jó, akkor Alma. Akkor te javítgasd azt, én pedig itt elkezdem kiásni a végleges méretét, jó? Egyszerre lebagdad. Mi? Egyszerre lebagdad. Lebagdad? Ki? Mi az, hogy lebagdad? Nem bagdad. Bagdad. Nem ott, csak gyere tovább. Én is értem amúgy. Egyre kevésbé értem almát. Csab, ne arra, mi gyere az? Tovább. Mi van már? Igen? Gyere tovább. Hova? Itt vagyok. De ott, tő. Itt. Mi az? Igen? Megijedtem. Hát ezt akartam, csak mondom, megnéztem, hogy meddig kell menni. Nem akartam, hogy tovább ássak, mint kéne. Érted? Hát direkt kezdtem el itt, hogy is. Ja. Jól van, na. Jól van, értem. Csak ezt nem mondtad, én meg nem tudtam kitalálni. És akkor ilyen nagyra akarod? Igen. Hát jó van. Nem nagy. Akkor valamint ezt megcsinálom ezt a részét, te pedig akkor ott a fönti részét. Ami ez elég egy ilyen ütés a csákány. Csab? Mi az? Mi az? Egy furcsa malac hozott ide nekünk egy rókát. Meg egy... What? A rakon. Andi! Furcsa malac! Ne! Jaj, egyen meg, de édesek vagytok. Ők az első állatkáink. Igen. És itt beszélgetnek. Ők fognak először meghalni. Mi az, hogy meghalni? Hogy lehetsz, hogy ennyire gonosz? Nem én, Csab. Én? Miért? Igen. Hát nem tudom, te voltál legközelebb. Nem, hogy őket be lehet szelídíteni. És akkor nem is tűnnek el. Ne így eltűnnek. Hát szerintem igen. Azt mondta csip. Ez mind? Aha. És csak neked? Ja, na. Nem, neked is. Tudtok adni nekem még szafarinetet? Igen, Andi, itt van. Nekem nincs. Elvileg üres. Pedig kaptál, Alma. Igen. Igen. Az jó. Állandi? Pisze! Mi az a íz? Mi az a kérdőjel az i betű helyett? Vagy ez ő betű lenne, hogy pösze? Az ő betű, igen. Akkor az okay. Pösze. Ez P kérdőjel szelet. Ez ilyen kódnév. Jó, kódnév! Karak! Miért pont karak? Mert most ez már jutott eszembe. Ja. Jó. Alma, megcsinálod? Alma! Ja, hogy az? Hát előbb... Hát szója. Hát mondtam. Nem. Tökünk van, ugye? Van. Nem... Jó, oké. Van. Hát, dinnye mondom... nincsen akkor. Dinnye magot kellene keresni, Almának a nyakán van.
dinnye. Hát. Tök, nem, azt hittem, hogy tök fej, de akkor mindegy. Igaz, tök találta... Mit? Találtam dinnye magot, csak azért kérdezem meg, tök magot. Mi ez a hang, Alma? Az a... csávó. Melyik csávó? Aki itt van lent. Neki le ölni, mert idegesítő a hangja. Itt van. Ott van. Ott kukucskál. Beköltözött valaki a házunkba? Igen, ott van. Fizet lakbért, mert csak úgy ne legyen ám ott. Ott van. Ott. Mely álma, nem látom, hogy hova nézel. Ott van. Ott Glenn? Van. Ott. Ez! Ennek van ilyen buta hangja? Igen. Hát már nincs, hogy hallom. Ez nem is csávó. Ez egy szörny. Honnan? Nem érem el. Ugolj le hozzá. Milyen szörnyt dobott, találtam? Dobott reamit ingotot. Hallják, kimászok itt, Alma. Ez itt nem buli. Ó, Alma, hát ezzel nem meg fog szenvedni. Na mindegy, ezt csak egyszer kell megcsinálni, aztán meg már jó lesz. Utána meg már egyszerűbb lesz dizájnolni, meg ilyesmi. Viszont mindenképpen azt szeretném, hogyha ezt már nem a videóban csinálnák meg majd, mert ugyebár azért az... Igen? Semmi, Rákot kérdeztem, hogy most jön és támad, vagy csak jön. És mit mondott? Azt, hogy Ráknépség, ezt mondta. Igen, de szerencsére nem bántott, csak jött. Alma! Igen. Jó munkát! Ez jól hangzik. Konkrétan beszakadt az egész plafon. Ez mi az Isten? De jó, hogy a Minecraftban nincsen fizika. Ez egy repülő X. Mi? Egy repülő X, ami paradicsomot dobál. Hát ez olyan, mint egy Alma mondta volna. De tényleg. Találkoztam egy repülő X-el, ami paradicsomot dobált rám. Hát jó. Na ennyi, kész. És kész. Na jó van. Jó, Alma, és akkor szerintem ezt a felét, mivel ott már úgyis egy barlang kezdődik, nyugodtan folytathatjuk tovább. De hallod, jó nagy barlangot kiástunk azért. Most nézzétek meg. Hatalmas nagy barlang. Jó. Na Alma, következő nagy feladat. Gondolom, hogy itt ugye szeretnénk földet itt az aljára. Alma! Úristen! Miért kell azt csinálni? Mit csinál? Semmi, lejövök a izébe, ebbe a nagy lukba. Ezt meg átadhatok ilyen hatalmas, óriás póká. És nem, nagyon megijedtem, mert tényleg azt hittem, hogy ez igazi pók. És persze megáll az ajtó mellett. Na jó, Alma. Ennyi Alma. Intróla, srác. Igen. Na jó, akkor ne válaszoljál. Mi? Jönnek zombik. Nem baj. Mire válaszoljak, amúgy? Az, hogy neki akarok itt állni, ezt figyelj. Figyelj. Ezt. Fődbű. Nem, majd hozunk füves blokkot, és akkor szépen végig fog terjedni. Sőt, én már most hozok. Nem kezdtem. A világon a legcsúnyabb bajom. Melyik? Nagy virágos. Hozok egy blokkot. Óriás virágok vannak. Csak letelepítek egyet. Ma hozok én. Oh! Azért jöttem ide. Most te mit csinálsz? Én sem tudom. Ah! Mi van? Nem tudom. Mi vannak bálányok. Ez... Miért nem akarod a kilőni? Na jó, tudod mit? Madár. Igen. Sőt, denevér. Mert az közelebb van. Jaj, ne. Mi az? Csak megszívod. Jaj, ne! Én? Téged? Mivel? Miért? Hát, ne... Elvetted a teleportál. Jaj, nem vettem el semmit, ugyanúgy ott van. Alma.
De már itt vagyok. Van zűd. Két zűd. Na, na, na! Már kezdődik a cirkusz! Milyen cirkusz? Slut. Itt van Ilonka! Itt van Ilonka! Ezek mikor hoztad, Andi? Én nem vittem oda most semmit. Te hoztad ide ezeket nem. A alma? Na de ne hülyéség ezek, mert hogy kerül ide egy Big Cat, meg egy Ilonka? Big Mac! Hát ez nem egy Big Mac. De nem, most tényleg, tehát hogy... Na, ma az úgy jó, teljesen jó. Teszünk még ide is egyet. Hát a... Beződül a kő. Úgy, nem, és szépen körbeássuk. És így lesz Osas. Mi lesz? Hát így lesz Osas. Menj már innen, te zombi! Én nem értem almát. Hát Osas. Hát jó. Osas. Jó, nem hát. Ilyen. Tudjátok ki Osas. Valami lő rám. Mi lőtt rám? Te lőttél rám alma? Jégeső esik. De valami rám lőtt. De mi? Jégeső. Beesik oda lentre a jégeső? What? Alma, ez nem a jégeső, ez a víz, ami fölöttünk van. Sebb ez a víz? Nem. Nem, csak halljuk azt a jég pattogását, tudod? Ja. Ha beesik a jég. Ez jó, jó lesz, megint jó lesz, úgy érzem. Micsoda? Ez a farm. Ja, hát, igen. Egy olyan inkább állatkert, mint farm. Bár igazából itt az állatkertet se bánom, megmondom őszintén. Mert korábban is volt már ugye példa arra, hogy majd csinálni kéne, de pár állatnál tovább sose jutottunk, szóval szerintem ezt így nyugodtan lehet. Én igazából nem is bánnám, mert kajánk úgyis annyi van, mint a nyű. Hát amely akkor a farmot képítettünk, ja. Na bár így van, egyrészt onnan is tudunk szerezni, meg hát amúgy is. Na jó van, akkor így szép lesz végül is, szerintem. Hopp, Meteor Shield megvédte a farmunkat. Na azt, Ilonka menj arrébb, légy szíves, drága Ilonka. Köszönöm. Még nincs is neve. De az lesz, nem Andi? Egyben már Ilonkának akarod elnevezni. Nem, figyelj, én meglátom a srucot, nekem az onnantól kezdve Ilonka. Tehát olyan szinten arra asszociálok, arra névre. Hát végül is jó lehet, ő is Ilonka, de azt hiszem ez fiú. Igen, ő fiú, mert... Onnan tudod, Andi, mit néztél? Hát onnan, hogy a lányok más színűek, barna színűek. Andi, a mai világban, most őszintén ez, gondolod, hát... ez így működik? Akkor nem. Ne, a strucok kétszikűek! Mi van? Milyen kétszikűek? Max kétszínűek, de... A strucok kétszikűek! Az mi? Ó, Andi! Gratulálok! Nem tudod, mi a kétszik. Köszönöm szépen! Csak... Azt nem a struccokra szokták mondani. Hanem a növényekre, tudom, de akkor... Ezt akartam mondani, hogy rám robbant egy creeper almat, igen, ez nem? Nem hatalmas. Ez pont ezt jelentette? Aha. Igen. Ez mind az ott. Ez a tömören creeper jön. Júj, Csab! Na? Hát, likakatásó ide, he. Hát, most tehetek én róla, hogy ez ilyen? De nem értem, miért nem üti ki a izét. Azt már nem, nem hármat üt ki. Ja jó, mindegy, szóval nem hármat üt ki, hanem hogy csak egyet, de nem értem, hogy miért. Mindegy. Szóval akkor a zsucok két szikűek. Igen. Ja, Istenem. Varus most fogná a fejét. Lehet. Ezt akkor kellett volna esetlen, amikor itt volt vendégszereplőként abban a részben. Hát akkor szerint... azóta is pszichológus az járna. Azt tudni. Ezt lehet, hogy majd leírom neki Facebookon. De ez így el is tudom képzelni, hogy így jelksz, de Alma! Igen, egyébként igen. Ez nem igazán terjed ez a
De miért nem terjed? Mert fény kéne neki, nem? Aha. De Creeper? Hát akkor... A micsoda? Cobblestone. Ja, nem most egyenlően ráteszem ide alma, így. Aztán majd megoldjuk. Hány stack kell még szerinted? Hát, három szerintem kellene, nem? A több, inkább négy. Alma, adsz nekem is földet, egy stacket legalább? És akkor segítek. Köszi. Disznóhúsunk van? Hát nem disznóhúsunk. Aha. Szerintem nincs. Viszont van venison. Ah, menj innen! Hát jó, emlékeim szerint az ajtót, ki ne menjenek. Ilonka, menj már innen! Szegény Ilonka. De fiú. Akkor Ilon. Csak úgy egyszerűen? Ja. Oda igazából mehetne. Mindegy, így is jó. Szegény, ám a lekésett. Na, nézd csak, és már kezdett elterjedni a fű. Szerintem majd még videón kívül hozunk pár ilyen blokkot, nem? Ja. És akkor még gyorsabban fog elterjedni mindenhol. Ó, ez zsír lesz így. Szerintem ügyesek vagyunk. Egyébként van szirtelt sárkányom. Úgyhogy bármikor tudtok hozni egy csomót. De van portálgánom, Andi. Hát jó, csak azzal csapsz hármat a föld fölött, és már is van 10 darab blokkot, tehát... Ami füves. Jó van, akkor most el fogunk érni. Egyszerűbb azzal. Nos, srácok, ennyi volt a kalandoroknak ez a része. Nagyon reméljük, hogy tetszett nektek ez a rész. A következő alkalommal ez már teljesen máshogy fog kinézni, mert videón kívül egy kicsikét kicsinosítgatjuk, de az állat bepakolásokat, meg a kerítés, meg ilyen dolgokat azért azt a következő részre hagyjuk, hogy azért nem maradjatok le teljesen az építkezésről, illetve a betelepítésről. Úgyhogy most az ennyi volt. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, nézzétek meg a leírásot, megtaláljátok Andinak és Almának a csatornájának a linkjét is. Ha feliratkoztok hozzánk, azt nagyon szépen köszönjük. További szép napot, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!